Sziasztok, én Hitmong vagyok. Nem, én Dave vagyok. Múltkor Krisz bemutatta a hamis Pokémon lapokat. Én az elmúlt hónapokban elkezdtem Yu-Gi-Oh-zni. Olyan nyitások is fel fognak kerülni, a témával kapcsolatos videók is. Viszont rengeteg hamis laphoz is hozzájutottam. Volt, amiről tudtam, volt, amiről nem. Nézzük meg őket! Sziasztok! Krisz vagyok. És akkor most lássuk, hogy vajon a jugis lapok közül honnan lehet fölismerni, hogy melyik hamis. Ó, ez igazi csemege lesz, ígérem. Legelőször is kezdjük mindjárt egy ilyen szépséggel, a reverse trap-pel. Most régen én is Yu-Gi-Oh-oztam rengeteget, és már így ránézésre meg lehet mondani, hogy egy kártya hamis vagy sem. Ebben az esetben például az első árulkodó tény a betűtípus. Ilyet nem használnak Yu-Gi-Oh-nál. Plusz, hogyha ránéztek a kártyára, nem tudom, hogy a videó felvétele mennyire fog látszódni, de... Elég csíkos. De maga az egész kártya olyan, mintha kockákból lenne összerakva, ilyen nagyon pici kockák látszódnak az egész felületén. Tehát ez biztos, hogy nem egy hivatalos print. Plusz, hogyha lenéztek a kártya alsó sarkába, a fele a hivatalos Yu-Gi-Oh pecsétnek le van róla vágva. Tehát ilyet biztos, hogy nem fognak kiküldeni a futószalagról, bármennyire is szeretnénk. Nem. Ez kizárt. Aztán lássunk még egy pár példát ugyanilyen betűtípus hibákra. Már itt például Frostosaurusnak túl nagy a neve, ekkora betűtípust nem szoktak használni, ugyanúgy a neve is, és a típusa is a dinoszaur, nem. Ez biztos, hogy nem így van. Ez nem igazi. Másik példának rögtön két túlnaligátor van egymás mellé téve. Viszont sajnálatos tény, hogy még így is mind a kettő hamis. Összetesszük így egymás mellé. Nagyjából megegyeznek, de azért itt is lehet eltéréseket látni. Egyből látom a betűtípust, meg a színezetet. Így van. Ennél például nagyon-nagyon pici a reptile szöveg, tehát így még ki sem tölti azt a kis kapcsos zárójelet, amiből be van téve. A másiknál viszont már jó, hogy ki nem folyik belőle. Szóval ez így. És igen, a színe is teljesen, ez nem normális. Ennél túl sötét, kicsit túlságosan el van folyva maga a kép. Tehát ez is nyilvánvaló hamisítvány. Aztán, ami azért kevésbé szembetűnő, de azért látszik rajta, a Magic Card felirat. Vastag, tehát nagyon-nagyon vastag. És amikor ezt a kártyát kiadták, akkoriban még nem nyomtattak olyan lapokat, amire Magic Card felirat került volna, hanem mindegyik Spell Card néven futott. Hát ezt is jó, hogyha figyelitek. Bár mostanában már a Magic Cardokat is szokták használni, de azért nem annyira sűrűn. De így is lehet látni rajta az egészen, hogy ez bizony egy komplett katasztrófa. Bár régebben volt a Magic, most már Spell mindegyik. Fordítva mondtad. Nem, hát mostanában csinálják a helyzet. Ami Dragonos paklit is szereztem, az is abban is volt ugye Magic Card nevezetű. Pedig az ja, még elég friss. Aztán nézzünk még egy nagyon szép minőségi nyomtatásra példákat. Szerintem, hogyha... A videón szemnek néz ki, az a baj. Ja. Szerintem azért, hogyha ránéztek ezekre a lapokra, azért látszik, hogy valami ordenáriul néz ki. A színek nagyon-nagyon, vagy nagyon élénkek, vagy el vannak folyva, és egyszerűen ez ránézés sem stimmel. Például a Biomage-nél ilyen textúrát, ez körülbelül olyan, mintha egy krumplival fotózták volna az eredeti lapot, és csak rányomták volna valami kis kartonlapra, vagy akármi, de ez nem. A Science Soldier túlzottan élénkek a színek, és kicsit túlzottan meg van folyva az egész. Plusz igazából még talán a keretből is nagyon-nagyon kevés látszik. Tehát ez szintén kuka. Spikebot és a Harpies Brothers szintén ugyanezekkel a tünetekkel küszködik. Nagyon-nagyon-nagyon fakó
meg hát ilyen gyűrődések jó persze előfordulhatnak, de azért, hogy elkezdjen fölválni már a fél lap, az azért durva, szerintem legalábbis. Ó igen, ez egy nagyon-nagyon szép gyöngyszem. Így első ránézésre talán tényleg csak annyit láthatsz, hogy kicsikét fakó, meg ugye a betűtípus sem stimmel, de ez egyes embereknek el szokta kerülni a figyelmét. De most jön a csavar. Ha megfordítod a lapot. Ó, jaj. Szintén nagyon el van csúszva az egész, ilyeneket nem tudnak megengedni a hivatalos kiadónál. A keret itt milyen vastag, és itt meg szinte nem is látszódik belőle semmi. Ilyen elcsúszások nem léteznek. Szóval nyilvánvalóan ő is mehet a levesbe. Amik már, hát mondjuk úgy, hogy csúnyább példák, azok ők. Szerencsétlen koponyaszörnek, vagy hát eredeti nevén Summon Skullnak. Hát nem tudom, őt szerintem sötétben fotózták le, vagy nem tudom, de nem voltak megfelelők a fényviszonyok, az biztos. Ez már nagyon-nagyon-nagyon csúnya. És ráadásul, hogyha hátlapját is megnézzük, hát... jaj... az is túlzottan sötét az egész. Sötétebb, mint a kamerán, ezt csak megjegyzem, szépíti a kamera. Igen, és még így sem stimmel, hogy még ez is szépít rajta. Hát ezek nagyon ordinári hibák, plusz itt is a betűtípus, meg úgy minden, ja és igen. Azon túl, hogy még a keret is szanaszéjjel van csúszva még mindig, így nem válik le egy kártyának a rétege. Csak azért, mert használod. Ez a használattól nem fog így elkopni még akkor sem, hogyha protektorban van benne. Hát ez katasztrófa. Fúj, dobjuk is el, mert ez szúrja a szememet. Aztán, hát ezt nyilvánvalóan magyaráznom sem kell. Még a protektor nélküli lapok sem rongyolódnak el ennyire. Nem tudom, hány versenyen használhatták. Sőt, szerintem ez körülbelül úgy néz ki, hogy minden meccs után kimosta a lapjait az illető, és attól lett körülbelül ilyen. Mert mástól ez elképzelhetetlen. Fordítsuk meg. Akkor még egy fordítás neki, és igen, itt is keret is el van csúszva, homályos, fakó az egész, tehát ez... Tudom, hogy még egyben van. Ez valami borzalmas. Jó, féltem, hogy így az oldalát megfogni, tehát ebben már több kárt nagyon nem tudok tenni. Mindannyian szeretjük a szépen csillogó lapokat. Én legalábbis nagyon. De ezek a förmedvények, ezek valahogy túlmennek minden határon. Na lássuk, hát azon túl, ami nyilvánvaló, hogy mindegyiknél el van mosódva a szöveg is, a kép is, meg hát nagyon fakó az egész, a betűtípus nem stimmel. Hát ez iskola példája annak, hogyha valamit lekenünk arannyal, attól még nem biztos, hogy ugyanolyan jó lesz. Konkrétan az egész lap fénylik. Hát ilyet nem adnak ki a kezeik közül, soha nem is gyártottak ilyeneket. És a felszíne. Ezen, hogyha végighúzom az ujjat, én azt érzem, hogy felcsatolnám a korcsolyámat, és egy ilyen kártyasoron végig tudnék csúszni. Gond nélkül. Ez is... ez dolgom is félremeltem. Ugyanúgy a többinél is. Egyszerűen ez borzalmas. Egy másik példa. Ilyet nem csinál egy lap, hogy az aranybetűk lekopjanak róla. Ilyen nem létezik. Még szintén használattal sem. Úgyhogy ez mind leves. Azt hiszem, ha jól tudom, akkor igen, Zombirából még nem is gyártottak egyáltalán se csillogót, se aranybetűset, se semmi hasonlót. Bár egy jó lap én szerettem. Tény. Csak hát ne hamisítanák ennyire. Bár igaz, hogy ami jó, azt mindig megpróbálják hamisítani minden formában. Őt azért hagytam a végére, mert ez egy személyes kedvenc legalábbis így a hamis lapok közül, mert ennek is a felülete szerintem hallani is, ahogy végighúzom az ujjamat rajta. Nem is tudom mihez hasonlítani, mint hogyha
Mint amik... A kaparósós jegy. Igen, körülbelül. De voltak régen olyan lapok, még Marvelesek, amik ilyen, nem tudom, mi a hivatalos elnevezése annak, amikor így mozgatod a lapot, és akkor ilyen 3D-s. Aha, háromdimenziós. Végülis megpróbálták ezt is, hogy szép legyen. Igen, csak nagyon nem sikerült. Mert hogyha még megcsinálták volna Kíros olyanra, amit hogyha mozgatod, és tényleg így a háttér vele együtt mozog, vagy maga a figura, akkor azt mondom, hogy jó, rendben van, ez egy nagyon szép lépés, de így, hogy csak a felülete lett olyan, hát ez így köszönjük szépen, de nekünk nem kell. A következő stócunk az pedig az úgynevezett tájpós lapok, amin valami biztos, hogy nem stimmel a szöveggel. Erre is ide szépen lepakolok néhány példát, és végig tudjuk mutogatni, hogy vajon mi nem stimmel ezekkel a lapokkal, azon túl, hogy minden. Most első ránézése persze ugyanaz a szembetűrő, mint az összes többi lapnál. Se betűtípus nem stimmel, se a leírás, se semmi. Viszont, hogyha közelebbről megnézzük, akkor van még valami. Egyrészt meg se tudom fogni, igen, a gravitáció egyszerűen oda szögeli az asztalhoz. Nem engedi, hogy használjam. Undead típusú szörny. Én ilyennel nem találkoztam Yu-Gi-Oh! Pályafutásom során egyszer sem. És ugyanúgy, hogyha végigmegyünk ezeken a lapokon, Angel típussal sem találkoztam soha az életben. Szegény kis Kuribó, a kis ártatlan szörgalacsin, megpróbálják berakni démon típusúnak. Komolyan gyerekek, démon típus. Ránézel erre a pofira, mit látsz? Szerintem nem egy démont. Na jó, talán a kis karmai, meg úgy minden, de na, értitek, hogy mire akarok kiukadni. Aztán itt van ez a szép madarunk, ami szó szerint madár. Tehát ő egy bird típusú. De tudod miért? Mert a madár az ász. Ez az, igen, ismerjük azt a számot, hogy bird, ne bird, jó, jó. Ez meg sem történt. Szóval, az ilyen lapok még legjobb esetben is winged beast típusúak, és nem bird-ök. Hát ezt már nagyon elrontották. Ugyanúgy, ahogy itt van a szárnyas Kuribó, vagy ahogy ismert a Hane Kuribó, ő szintén angel típusú, pedig nem is hallottunk ilyenekről. De nem baj, hát ők úgy gondolták, hogy legyen akkor angyalka, hát végülis, ha van szárny, akkor jó lesz az. Még jobb, mint hogyha csirke típusúnak osztályozták volna be, vagy valami. Ez is egy madár lenne. Igen. Anyuka Grizzly. Nos, ez talán csak utánaolvasásnál eshetne le az embereknek, hogy vajon mi a baj ezzel. De ugye ő Beast Warrior helyett Beat Warrior típust kapott. Ami azért valljuk be, hogy ő egy ütemharcos lenne? Én nem igazán hiszem. Hát párbajozni ne igazán álljon ki Skrillex-el, mert szerintem meg se tudná fogni a bakelitet, hogy bekeverje a számokat. Nem is tudom, hogy a leírásában esetleg van-e valami olyan, ami még, de biztos, hogy van rengeteg ilyen typo. Legalább egy mindenképpen előfordul, de hát az már itt az elején tiszta. Személyes kedvencek igen. Jönnek. Ó, igen. Egyébként jó lenne ez a lap, tehát én használtam régen. Igen. De nem ez a neve. Őt kapásból úgy hívják, hogy Malevolent Nuzzler, ezt a kártyát, és nem Devil's Kiss. Nem is tudom, hogy egyáltalán honnan szedik ezeket a neveket ezeket a lapokhoz. Elhiszem, hogy próbálják hamisítani, és akkor kikerülik így a copyrightot, de ez valahogy akkor sem fog menni. Amennyire elolvastam ennek a szövegét, úgy ténylegesen azt tudja, mint az eredeti lap, hát azt legalább eltalálták, de ez, hogy Devil's Kiss, hát ez nem tudom, ez engem valahogy így padlóra vált. És végül a legjobb az ilyen tájpós lapok közül. Ez pedig a... fájni fog kimondani, de... Karuzi Fighter. Au, ez fájt. Nos, ő eredetileg ugye a Blackluster Soldier névre hallgatna, hogyha nem keresztelik át valami... Mit tudom is én, hogy mi ez. És a legjobb még a típusa, Fighter Ceremony típusú. Irgalmas ég. Fighter Ceremony.
rituál szörnyeknek hívjuk ezeket, úgy alapjáraton. És ezt muszáj felolvasnom, ezt a szöveget, amit hoztak leírásnak, mert ez is valami zseniális. Angol tudók előnyben, de akkor is szerintem sejteni lehet. Arrive in the field or on hand under the ceremony, Karuzi. Present your cards on hand or in field to make stars more than 8. Tessék? Tudok angolul, de ennek nekem valahogy semmi értelme nincs az egész szövegnek. Még olvasni is fáj a fejem. Én ezt le is teszem, nem? Nem hittem volna, hogy ennyire fájdalmas lesz ez a videó. Egyébként ennyi hamis lapunk van, és még lesz egy szép deckünk is. Ó, jaj, igen. Kitartás mindenkinek. És akkor végül ezt a négyet még kiemelnénk. Hogy igen, a szinkrólapok közül is azért van egy jó pár, amit már elkezdtek hamisítani. Konkrétan vagy 40 darabon van, de most csak 4-et tettünk ki. Igen, és mindegyik egyben érkezett ebben a bizonyos deckben, ami már említésre került. És hát igen, rajtuk is a szokásos. Se a betűtípus, se semmi nem stimmel. Persze a nevük, meg a támadópontjuk, meg a defenzük az addig stim, de azon kívül minden csak így szinte össze van csapva az egész. És a pláne, hogy egy deckből jöttek ki. Márpedig minden egyes lapnak a leírása alatt, leírása fölött és a kép alatt itt látható, hogy ők melyik deckből származnak. A decknek a rövidítése és magának a kártyának a száma mindegyikre le van írva. És ez így egymás mellé rakva már látszik, hogy minimum két fajta deckből ollózták össze az egészet. Látod, hogyha nem fénylene a kártya. Picit megemelem hát, hogyha. Így már látszódik. Igen, a másik ellel kezdődött, ez pedig Mártével. Igen, szóval ezek legalább két fajta külön kiadásból lettek összeollózva. Annyit el kell mondani a következő fájdalmas pillanatokról, hogy mikor megrendeltem a kártyákat, hozzáteszem, nem én rendeltem, hanem egy sráctól vettem át rengeteg lapot, azzal a feltétellel, hogy a hamis lapokat is elviszem, mert neki minek. Hát nekem is minek, de erre jó, hogy a videóba bemutatjuk, úgyhogy köszönjük, és egy like neked. Hát a srác annyit mondott, hogy ő ezt rendelte eBay-ről. Eleve nekem gyanús, hogy lehet, hogy ilyen dobozt ki se adnának. Nem, az biztos. Az pedig a másik, hogyha Krisz a fejem mellé tartja, ekkora decket nem fogsz vásárolni a metában. Vagyis, hogyha fogsz, az nem így fog kinézni. Alapból is nagy a fejem, de emellett ez a doboz, ez valami förtelmes méretű. Meg hát ennyi kártyát nem fognak beleszuszakolni egy dobozba, még akkor sem, hogyha akarsz. Most mutasd meg fölülről a doboz, hogy konkrétan mennyi kártyáról beszélünk? Hát ennyi. És ha ezt kivesszük, nézzétek meg, alatta még egy adag, csak mert örülj, hogy nézd meg hány száz lapot kapsz. Igen, és ráadásul a hátulján a leírásban nincs is annyi? Nincs. Körülbelül ennyi lapnak kellene benne szerepelnie, mert még számok sincsenek oda mellé tűzve, hogy egy lapból lehet esetleg benne több is. De ehelyett volt olyan benne, amiből mennyi? 10? Hát vagy 15, legalább. Mindjárt megnézzük a kobrákat, most kiteríted. Igen. Kezdjük el kipakolni. És először a srác azon akadt ki, hogy direkt nem mondjuk a nevét, de én is kiakadtam volna, hogy nem az van benne, mint a decken. Oké, mert sokkal több minden van benne, de mindegyik full hamis. Igen. És szerencsétlen fizetett érte, tehát ezért nem szabad úgy rendelni. Vegyetek rólam példát, két verzió lehet. Én úgy szoktam csinálni, hogy utána nézek, ráírok az illetőre, aki hirdeti, de van erre két Facebookos csoport, be vannak linkelve, ott azért megbízható emberek vannak, higgyetek nekem. Onnan lehet cserélgetni és vásárolni. A másik pedig, hogyha Vaterán vagy hasonló magyar platformokon találom,
akkor én soha nem megyek bele abba, hogy utánvétellel vagy elővétellel fizetek, én abba megyek bele, megnézem hol lakik, én leutazok hozzá, azon nem újon, személyesen átlapozom a kártyákat, és ha legalább 70%-a nem hamis, hanem valódi, akkor áll az üzlet, egyébként szó se lehet róla. Eddig ez bevált, 4 helyre mentem, és gyakorlatilag azért azt mondhatom, hogy 80%-ba eredeti lapokra sikerült szert tennem jó áron. Ez volt a reklámhelye. És most nézzük ezt a gyönyörű paklit. Közben én itt válogatok elég serényen. Igen, azt tudom, hogy rengeteg kobra lesz benne, ami egyébként, hogyha néztétek a Gen X-et, kobra volt az egyik fő ellenség, ha jól tudom a harmadik, de nem biztos, mert már nem tudom követni, egy harmadik vagy negyedik szezonban, akinek ilyen mérgezős, poisonos paklia volt, én nekem az rohadtul tetszik, és csak 3-4 kártya van belőle, valakinek van, írjon rám, szívesen megvásárolom. De nem ezek a kobrák vannak benne, de egyébként se tehetnék bele 16-7 kobrát. Igen, és így rögtön, hogyha megfogtam ezt a paklit, rögtön ez a gyöngyszem jött velem szembe, a Call of the Haunted. Már megfogni is kellemetlen. Ugyanaz az eset, mint ő vele, Okubimmel. Csak az a különbség, hogy ő nem is csillog. Plusz az eredetiséget jelző kis kocka a sarokban, ezen szintén nem csillog. Tehát ez magára a lapra van rányomtatva. Tényleg. Hát én ilyeneket általános iskolás koromban nyomtattam magamnak, amikor még nem igazán tudtam megengedni magamnak, hogy rendes Yu-Gi-Oh paklit csináljak. De akkor még el is fért. Rendben van. Ott még nem úgy játszottunk, hogy na akkor ez egy hivatalos verseny, és akkor most csak hivatalos lapokkal lehet indulni. De ez is egy katasztrófa. Itt most csak teríts ki, nem utogassuk mindent végig. No, és ennyi volt, ami így először szembe jött velem. Mennyi! Ennyi Cobra Jar nevű lap van benne rögtön. Online hirdetés következik. Cobra Jar 600 támadó ponttal nem lopott, eladó. Vagy pedig cserélő elementális hősökre, avagy ugyanilyen kobrára, ha más a színe, más a leírás, más a betűtípus, és nem ilyen sok van belőle. Igen, közben... Mert ez már fájdalmasan nagyon kígyó. Reckless Greedből is, tessék, van annyi, mint a szemét benne. Figyelj, lehet, hogy úgy hirdették, hogy 3-4 paklit összeraksz, az egész család játszon. Most csak így borítok közben nektek, hogy kicsit megelőzzük ezt a hosszú... kártyanyitást, egyrészt kis alkalmi. Tessék, találtam még kobrákat. Van itt annyi, hogy hú. Gyakorlatilag ilyen 6-7 lapból áll szinte az egész. Igen. Ebből is rengeteg van. Kinek kell? Piramis energia. Tehát ez így, ez a kupac, ami itt előttünk van. Ez így egybe ajándék. Ez így gyakorlatilag... Ha szeretnéd ezt a rengeteg hamis kártyát megvenni, 10.000 forintért eladó. Igen, mert hát hogyan, ki ne szeretne magának hamis kártyákat venni, hát nem? Az igazi hamis kártyások így játszanak. Ehhez már nem tudunk mit hozzáfűzni. A legbiztosabb, hogyha a metagame-be vásárolsz, link be van téve, és a két Facebook csoport is, ami higgyétek el, megbízható. Az első, amit első számmal jelöltem, a 100%-ig, a másodikat tapasztalat alapján vannak olyanok, akik nem értenek hozzá, de kijavítják őket, szóval megbízható. Vagy nem. Na mindegy. Igen. Igen, a legbiztosabb az, hogy csak is és kizárólag hivatalos helyekről vásároljatok, hogyha biztosra akartok menni, hogy eredeti lapokat szereztek. Plusz mondjuk a metagame-be hetente tartanak szinte versenyeket, oda eljöttök, lehet cserélgetni, párbajozni, és ott csak valós lapok lesznek. Ott hidd el, megmondja a szervező, hogy hamisat hoztál, ne haragudj. Igen, és őt nem is engedi akkor versenyezni. És most ússzunk a sok kártyába! Ez az, Dagobert bácsi most megfürdik. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! Gyűjtsétek a kártyákat, csak az eredetieket, mert ezek körülbelül erre jók. Hullanak, mint az elsárgult levél, némelyik úgy is néz ki. Hát, szép napot mindenkinek, nekünk már az agyunkra ment ez a sok hamis kártya. Juhú! Én már a végeztem, az biztos. Sziasztok! Sziasztok! Nos, közben, amint látottátok, ugye szépen megfürödtünk ezekben a kártyákban, és dobáltuk őket szanaszéjjel. Közben ez történt a kártyával, rögtön le is vált a széle, amint padlót ért. Félelmetes. És még ráadásul most veszem észre rajta, hogy
Igen, egyrészt az, így hajlik egy lap. Hát ilyet nem csinál egy normális kiadásban valami. Ez a lapok, most vettem észre, hogy ránéztem. Pipamid Energy. Nem piramid, pipamid. Hát jó, akkor én ezt el is szívnám, így diszkréten köszönöm. Második számú bejelentkezés újra, ígérjük nem lesz több. De ez viszont mindennek a csúcsa. Észrevettük most egy nagy pakolászás után, hogy ez itt maradt a padlón. És ez egy papírlap. Amit már korábban említettem, a Call of the Haunted lap, ez egy papír, amire ki van nyomtatva maga a kártya, és a nyakamat tenném rá, hogy valamelyik ilyen lapra rá volt ragasztva. Hát ez már tényleg, ez a hamisítás fellegvára. Ennél lejjebb már nincs. Egyszer, úgyhogy szerintem, hogyha még itt van egy pár folt, akkor jön ezzel föl is törön. Itt van, erre jó lesz. És akkor kocincsunk. És akkor egészségünkre így a mai videóra. Sziasztok!